Most azon a képen próbálunk javítani egy picit, amikor egy gyorsan elkattintott kép elég sötétben milyen eredményt hozott. Ezt, amint látjuk, hát egy néhány évvel ezelőtt készült. Természetesen ez a gép, mert ilyen légitársaság sajnos már nincsen. Hát elég sötétre sikeredett ez a kép. Nézzük meg, hogy ezt hogy tudjuk kijavítani a fényerő és egyéb másnak a szabályozásával. Fényerő, adjunk rá egy kis fényerőt, ugye látjuk, hogy világosabb lesz, de elég kicsit olyan elmosódott, vagy olyan ködös. Ha a kontrasztot növeljük, akkor, és az intenzitását, akkor elég jó eredménnyel tudjuk egy picit életszerűbbé tenni ezt a képet. Hogyha még esetleg javítunk a színeknek a balanszán, tehát kicsit ezt most reszetelem, és adunk hozzá egy kis pirosat, esetleg kicsit leveszünk a zöldből, és adunk hozzá még egy kis sárgát, vagy inkább kéket, igen, tehát inkább a kék felé megyünk el egy kicsit, akkor egész jó eredményt tudunk elérni. Nem azt mondom, hogy ez egy nagyon jó kép lett, de ahhoz képest, amilyen volt, kicsit színesebb, kicsit életszerűbb, kicsit jobban látszanak a háttérben a fények, kicsit a feliratok színe is más. Tehát valamennyit tudunk javítani ezeken a képeken, ezekkel a lehetőségekkel. Ahhoz, hogy megnézzük, hogy lehet egy nagyon régi képet helyre pofozni, egy régi 1977-es képet fogok bedigitalizálni egy szkenner segítségével. Ez a kép 1977-ben készült, mint mondtam. Orvo filmre, ami abban az időben a szocialista és a KGST piacnak a vezető NDK filmgyártójától, illetve negatív gyártójától származott. Úgyhogy eltelt azóta nem is tudom hány év, hát 30 biztos, ezért ezek a képek kicsit tönkre mentek már az állásban. Amit mi most beszkennelünk, ez természetesen egy előhívott pozitív kép, és rögtön látjuk is, hogy fog kinézni. A színei messze menően nem hasonlítanak az eredeti színekre, ezért kénytelenek leszünk ezt egy kicsit helyrehozni. Íme ez a kép akkori Bulgáriában, Nesebárban készült. Ugye látjuk, hogy itt aztán alig látható valami szín, egyedül a póló színe látható, ami talán egy kicsit sárgás, és az összes többi az ilyen vöröses színbe pompázik. Általában a programoknak van egy autó rendbehozó részük, amit ha rákattintunk, látjuk, egy kicsit már is jobb lett, de meg sem közelíti az eredeti képnek a színeit, ezért egy kicsit manipuláljuk a különböző színeknek az egymáshoz való viszonyát. Erre megtaláljuk itt a színek balanszát, íme, és itt most tudunk állítgatni egy kicsikét a színeken. Nézzük meg, hogy mik azok a változások, amik itt létrejönnek. Ugye látjuk, hogy most egy kicsit zöldet adunk hozzá, és egyből egy kicsit életszerűbb lett a kép. A pirosból kicsit a cián felé megyünk, illetve itt még a sárgát is manipulálhatjuk egy kicsit. Elmegyünk egy kicsit a kék felé, ugye látjuk, hogy megváltozott. Az ég kék lett, a póló kisárgult, és ezek a háttérben levő romok is elég szépek. Én most emlékezetből emlékszem, hogy ezek kicsit ilyen pirosassabbak voltak, ezért még egy picikét a színekkel próbálkozunk tovább. És nagyjából talán sikerült visszaállítani
kép eredeti színeit. Még egy kicsit a fényerővel is próbálkozhatunk. Ez kicsit túl világosra sikerült, mert az előző beállítás olyan volt. A fényerővel, kontraszttal és az intenzitással is próbálkozhatunk egy kicsit. És ha leokézzük, akkor láthatjuk, hogy ez a kép most már egész jól néz ki, ahhoz képest, hogy milyen volt az eredeti kép. Elég sok hiba van rajta, hát ezeket megpróbálhatjuk ezzel a klón gombocskával egy kicsit kiszedegetni, óvatosan, csinyen kell ezzel bánni, hogy lehetőleg olyan helyekről szedjük le a mintákat, amik jók. És nagyjából elkészült nekünk ez a kép. Újságból vagy valami nyomtatott termékből, beszkennelt képpel is lehet valamit kezdeni, tehát lehet rajta egy kicsit javítani. Ez most egy egyszerű, minden nap a postafiókban megtalálható reklámújságból beszkennelt kép. Ha megnézzük ezt a képet, eléggé pöttyös, tehát a szkenneléskor látszanak azok a nyomdai úton elhelyezett pöttyöcskék, amelyek képezik aztán a színes képet. Ha erre most marhára ránagyítunk, tehát egészen kinagyítom 3200%-ra, látjuk, hogy milyen kis pöttyökből áll ez a kép. Ugye látjuk most, hogy az év van kinagyítva. A programoknak van egy zajkivonó része is általában. Zajt, vagy pedig erre a nyomdai pöttyökre vonatkozó menüpontot választjuk. A zaj az ugye inkább arra való, hogyha hajszálak, kis koszok, stb. Vannak rajta. Ez a menüpont pedig arra való, hogy elmossa egy kicsikét ezeket a pixeleket. Ugye hát itt látjuk, hogy eléggé fölvettem mindenféle lehetőséget a maximumra, és hogyha most egy kicsit, ugye látjuk is, hogy a kép sokkal kevésbé racos. Ha ezt még egyszer megcsináljuk, és most újra ránagyítunk erre a részre, akkor fogjuk látni, hogy ugye már nem annyira kockás ez a kép, hanem kicsit úgy el vannak mosva a színek, és maga a kép, hogyha megnézzük illetve eredeti nagyságban, akkor látjuk, hogy sokkal egyneműbb, sokkal kevésbé raccos, pöttyös, főleg itt a képernyőn láthatjuk ezt. Természetesen az eredeti képet is meglátjuk itt mellette, és akkor össze tudjuk hasonlítani a kettő közötti különbséget. Egy újabb, aránylag sokszor elkövetett hibát javítunk most ki, ez a piros szem. Gondolom sokan tapasztalták már azt, hogyha vakuval fényképeznek, akkor a szem az ilyen vörösen izzva jelenik meg a képen. Tehát amikor megnézzük a képet, akkor ez a tipikus vörös szem effektus látható. Nagyon egyszerű a kijavítása, a programok általában fel vannak már készítve erre a vörös szem javítására, íme itt az ikon, amivel ezt meg tudjuk csinálni. Egyszerűen rámegyünk a képnek arra a részére, tehát a vörös szemre, amit ki akarunk javítani, és egy kattintással már készen is. Nézzük meg még ezt még egyszer, ezen a másik gyereken. És ugye nem kell ennek a körnek akkorának lenni, mint maga a szem, mert ez kimondottan a vörös szemnek a kijavítására való. Nagyon jó hatást ér el, ugye látjuk, hogy a kép sokkal életszerűbb, szebb, és nincs az a ronda vörös szem effektus. Képekkel kapcsolatban még néhány apróságot nézzünk meg, ami néha szükséges lehet. A forgatások,